Na, csáos, kacok! Abban a videóban egy olyan témát hoztam, amely minden videós, minden streamert érint. Mind Twitch-en és mind YouTube-on. A videó címben láthatjátok azt, hogy hol vannak a nézők. És ez nem véletlen ez a kérdés, mert minden videós tapasztalja azt, hogy követés és feliratkozások aránya az nem teljesen jó, sőt borzasztó. Esetleg többségében a felénél is kevesebb néző van, mint amennyi feliratkozó vagy követő. És ugye a nézők többsége, én gondolom, abban a tudatban van, hogy attól, hogy feliratkozik, vagy bekövet egy csatornát, azzal nagy segítséget nyújt a videósnak. Kezdjük mondjuk YouTube-ot. Kezdjük az elejétől, kezdjük YouTube-ba. Na, nézzük YouTube-ot. YouTube-on egy bizonyos ideig a feliratkozások valóban számítanak, mert bizonyos feliratkozási számtól, jól tudom, akkor kapod meg a YouTube partnerséget, és onnantól kezdve pedig nem is a feliratkozások dominálnak, hanem maga a nézettség. Ugye a YouTube-on nagyon nagyon a nézettség dominál mindenféle szempont, mind az élő streamek, mind az offline videóknál, csak is a videón lévő nézettségek számítanak, hogy mennyi feliratkozott van. Az igazából vitte ilyen 100-er, 2000-er, ilyen nagy feliratkozások esetében kapsz valamilyen kis emléktáblát, vagy nem is tudom mi a gyémánt, kit, meg mit tudom, mindenféle hülyeségeket láthattatok már, hogy kaptak egy ilyen kis emléket, hogy hú, de jó, 100-er feliratkozó. De mit ér a 100-er feliratkozó, vagy több ezer feliratkozó és csatorna, hogyha baromi kevesen nézik a videókat. És nézzük mondjuk az én esetemet. Látjátok, ugye a Twitch meg a YouTube képe változik nálam most így háttérnek. Látjátok, hogy YouTube-on 1562 feliratkozó van, ami így kimondva ez nagyon jó. Csak nézzük azt, hogy én 2011. június vagy júliusa óta YouTube-ozok, és ahhoz képest ez baromi gyenge. Másrészt meg ez a baj, hogy ez a feliratkozó mennyiségnek a fele sem nézi a videóimat. És mostanában ez jó, ha de 3 vagy 5-en, nagy ritkán 10-en nézik meg a videót, 1562 feliratkozóval. Most kérdezem én, hogy minek iratkozunk föl egy csatornára, ha nem nézzük? Én, mint egyszerű streamer, meg videós, ugye, nincs nagy vágyam igazából. Mi minden videósnak az egy alapvető kérés feliratkozóitok, követőitől, hogy ha van idejük, akkor nézzék a csatornát. Érdekes módon más videósoknál, streamereknél mindig van nézettség, tök mindegy mikor ülnek le, mindig van nézettség. És az a sajnálatos dolog, hogy a nézőid, feliratkozóid nem is írnak, hogy te figyelj már most, ezen kéne változtatni, vagy ezért nem nézünk, vagy valami. Semmi emberi kapcsolat nincsen igazából. Meg én vagy egyesével írjak rá 1562 emberre, hogy hello, most mi van veled, vagy valami. Szóval, hogy csak ha már itt az a baj, hogy a magyar embereknél sincs összetartás. Még itt YouTube-on, meg Twitch-en se, hogy érted, mint magyarok, megbeszéljük azt, hogy figyú, ez a baj, az a baj,
mit tudom, ez kéne többet, azt kéne többet, vagy itt tudom, gyere, aztán ezért csináljunk egy ilyen beszélgetős videót, aztán dumáljunk hát az egészet, vagy valami, szóval, hogy ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, hogy ezt legalább a magyar nézőkkel nem lehet ezt megbeszélni, hogy mi a baj, miért nem néznek, szóval ez annyira lelkesedő. Rendben, eleinte az ember hobbi szinten csinálja, de hát azt látja, hogy nagyon sok ember ebből ma megél, és igazából téged is azt hajt, ha videózol, hogy egyszer talán eljutsz odáig, hogy a szórakozásodból megélje. Természetesen ugye elég csúnya dolog arra kényszeríteni, vagy kérni a nézőket, hogy igenis te most izé havonta iratkozz föl, vagy nem tudom. Hát az mindenkinek ugye a saját döntés, azt nem kényszerített ki senkiből. Persze, még mostanában is szerintem csinálják, de régen is csinálták azt videósok, streamerek, hogy adagoljatok pénzt, mert itt a videókártyára gyűjtök, meg erre gyűjtök, meg arra gyűjtök. Szóval ez gusztustalan. Én semmi más nem kérnek a nézőktől, hogy nézzenek. Mint elmondtam, ugye a YouTube-on a nézettség számít, és ha van nézettség a YouTube videón, akkor automatikusan igazából generálok ugye pénzt is belőle, és semmi más nem kell tenni, nézzenek, csak megnézni a videót. Ez egy, szerintem nem egy óriási nagy kérés, ha már valaki a feliratkozót, szóval egy alapvető vonzza magával, szerintem az egyik van feliratkozót, azért iratkozik fel a csatornádra, mert tetszik neki a csatornád. Vagyis te ezt gondolod, mi videós, csak az, hogy nézem, tudom, ráundak a csatornákra, hogy nem tudom. Nem tudom, mi jár az emberek fejével, senki nem oszt fel velem semmit, meg gondolom másokkal sem. Szóval ez egy elég érdekes dolog. Na, tegyünk át Twitch-re. A Twitch egy másik verzió, abban a szemszögből, hogy ugye a Twitch az a live streamekre összpontosul. Szóval ott csak is az élő streamek a nézettsége számít, kell ugye az átlagos három nézőszám, hogy elkezdes ugye bevételt is szerezni a Twitch-ből, és ugye onnantól kezdve fognak tudni bitet, meg ilyen subokat adni a nézők, és akkor azzal tudsz bevételt szerezni. És ugye a következő lépés pedig a Twitch-nek a partnersége, amely az átlagos 72 vagy 75 nézőszám, ami az elég durva. De igazából nem kéne ennek se lehetetlenek lennie, mert láttam olyan csatornát és a Twitch-en, hogy 300 követője volt, és simán megvolt neki a YouTube partnersége. Ez mind a nézőkön múlik. Ha már ugye bekövetti a csatornát, akkor úgy YouTube esetében azt véli a videós, hogy azért követtél be, mert ugye tetszik, amit látsz a csatornáján. És azért nem értem a dolgokat amúgy. Tehát én is most már a Twitch-en 1002 fölött járok, ugye követő számba, és mindig nincs meg a átlagos 70, sőt, ráadásul örülök, ha az átlagos 3 nézőszám megvan, és így a többi követő az így nem tudom, eltűnt az éterbe, vagy nem tudom, elfelejtették, hogy bekövettek, vagy elfelejtették a Twitch profilt, hogy van nekik. Én értem, én teljesen megértem, hogy az embereknek van dolguk, van más dolgok, mint a gép előtt, vagy a telefon nézve, streamereket nézegetni. Mindenkinek van más dolga, persze. Csak amikor azt látod, hogy vannak egyes streamerek, videósok, akiknek mindig megvan a 75 fölött, 100 fölötti nézettségük, bármikor is ülnek le, akkor meg elgondolkozol, hogy mi van most? Tudod, másoknak van ideje?
És magyar videósokról beszélünk, szóval nem külföldiekről, hogy jobban megtehetik, hogy mit tudom én, van idejük, vagy stb. Szóval de érdekes nagyon. És én nem tudom, erre sose fogok rájönni, hogy más videósokat miért tudnak mindig nézni. Tudom, például ugye a mindenki által ismert VR, aki folyamatosan minden egyes streambe, videóba, így 1000 meg 2000-es, meg sokszor 3000-es nézettséggel állandóan, így fixen, és az a, ez egy-kétezer ember, az nem dolgozik, vagy annyira ráér a munkahelyén, vagy hogy mindig tudja nézni az adást. Te meg kis videósként szenvedsz állandóan. De szóval hogy van ez? Hogy egyes streamereknél van idő arra, hogy nézzük, hogy szóval másik streamernél, akkor őt nem nézzük, hogy örüljön, hogy van annyi követője. Hát ugye ismétlem magam, hogy Twitch-en az élő streameknek a nézettsége számít, hogy utána, ha meghagyod ugye Twitch-en a videót, utána azon a videón, az offline videón mennyi nézettség van, az a kutyát nem érdekli. Mert abban nem származik semmiféle bevétel, az csak arra szolgál, hogy lássa a néző, ha a csatornára téved, hogy ez a streamer az itt, hogy streamelt ekkor, meg akkor, meg akkor, és akkor ott a videót, utána tudja nézni. Szóval, ha lehetne az utólagos, úgymond offline videóba is bevételszerzni Twitch-en, akkor az tök jó lenne, de nem így van. Csak is az élő streamek. Semmi más. És ugye feliratkozással és követéssel, ugye van elméletileg mindkét csatorna jelez olyan szinten, mit tudom, e-mailbe, vagy itt a telefonnál, ugye a felugró ablak, hogy elindult ez meg az videósnak a műsora, és meg ott is Twitch-en van egy külön kis jelzés, hogy értesítsen, szóval tudatukban a követőknek, hogy te streamelsz, és ezt kinyomják, hogy nem tudom. Szóval arra próbálok rájönni, hogy mi az oka annak, hogy nem csak rólam van szó, hanem más videósoknál is, hogy a feliratkozások és a követési arányok miért ilyen különbözőek, miért ilyen baromi különbözőek, az, hogy 1200, hát tudom, mennyi követőnél nálam Twitch-en, hogy miért van konkrétan, hát kimondva a béka seggő alatt az érettség, azért ez elég durva. Azért ennyi követőnél, azért ne is haragudjatok azért, hogy most tényleg megint az a kérdésem, hogy egyszerűen minek követtek be, ha nem is néztek. Szóval 1275 pontosítva Twitch-en 1275 követővel nem tud aktívan lenni valaki, hogy mondjuk legalább 30 vagy 40, vagy akár sima meg kell lenni a 75-72 nézőszámnak, vagy akár a 80-nak is. Szóval ez, nem tudom. Én nem tudom, mi lehet a gond. És ugye megtettem egy olyan lépést, amire már egyik ismerőse reagált, és ugye hát negatívan, mert ugye azt csináltam mostanában Twitch-en, hogy egy csomó embert visszavettem a követést. Mert ugye a Twitch-en meg lehet nézni a statisztikákat, hogy a csatornádra, mely csatornáktól jönnek át ugyebár nézők, és azok a csatornákat, akik én bekövettem, és tényleg szívvel segítettem, mert eddig Twitch-en minden csatornát bekövettem, akiknek volt csatornájuk, és ahogy tettem, néztem is őket, szóval, és fontosan az van, hogy egyik csatorna se szerepel a statisztikákon, hogy arról a csatornára valaki nézett, vagy nem is reagálnak rá. Egy vagy két ember, ha írt a cseten, és egyszer talán volt,
egyszer vagy kétszer volt átlagos hét nézem, utána már csak kettő, három, amikor négy, és azért az elég kevés 1275 követőnél. Nem tudom, biztos mások is tapasztalják ezt, nem tudom, hogy mások nyíltan beszéltek-e erről, vagy úgy vagytok vele, hogy leszarjátok, aztán mondja ezt, hogy úgy csak hobbi szinten streamerek, de hát én szerintem elég sok mindent megosztottam a nézőimmel itt YouTube-on, és ott van a videó, meg Twitch-en ugye kiemeltem, van a kis YouTube videó, amiről, amiben elmondtam elég sok mindent magamról, és ennek ellenére még én vagyok a szemét, hogy visszaveszem a követést egyes emberektől. Hát én nem is tudom erre mit mondjak amúgy. Hát én is ugye tapasztaltam azt, hogy nem tudok annyi embert nézni, meg ugye ők se tudnak engem nézni, úgyhogy fölösleges. Úgyhogy én azt javaslom mindenkinek, hogy ténylegesen olyan csatornákra iratkozzanak fel, és olyan csatornákat kövessenek be, akiket ugye szívesen néznek. Ne azért kövessél meg feliratkozó csatornára, mert hát akkor is feliratkozz meg is, de akkor is él, tudod, hogy is él nem fogsz helyezni a csatornára, csak marha ritkán, és Twitch-en meg csak a nézettség, csak az élő streamen nézettsége fontos. YouTube-on meg mindenfajta, mindenféle nézettség fontos, az élő meg a offline videóké is. Úgyhogy ennek tudatában azért próbáltok meg a videós szemébe is kicsit nézni, hogy ez nekünk ez nem valami jó, hogy feliratkoznak, bekövetnek emberek, és ennyire békaság alatt van a nézettség. Ez elég szemét dolog szerintem. Ezt nem lehet másképpen mondani, úgyhogy tudom, hogy ezzel sokat nem foglalkoznak. Engem mondjuk ez nagyon irritál, úgyhogy én most erről beszéltem. Aztán, hogy ki még olyan gondolja, az már az ő bajuk. Én nem tudok erre mit mondani többet. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nem sokat kér senki azzal, hogy van időt, akkor nézzétek, meg segítsétek a videóst, akiket azért költetek, vagy azért iratkoztatok fel, mert elméletileg ugye tetszik, amit csinál. Szóval, na mindegy. Nem tudom, hogyan magyarázzam még el ezt nektek, hogy megértsétek ezt a helyzetet. Szóval, nem tudom. Na mindegy. Gondolkozzatok el ezen, hogy írjátok meg, hogy mi a véleményetek erről. És szerintem van benne igazság ebbe a dologba. De majd úgy is megírjátok, hogy ti mit gondoltok erről. Azért köszönöm, hogy megnéztétek azt a videót. Aztán minden jót nektek, hellóztok!